a keresztény körben nagyon gyakran emlegetett dologról, a kegyelemről. De azt érzem, hogy így szüksége van most néhányoknak megerősödni a kegyelemben. És pont volt most egy bemerítkezés, egy felkészítő, és ott beszéltünk a kegyelemről, és azt, hogy mit kaptunk Jézusban. És van egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor ugye, ha az államot nézzük, amikor te valami bűnt követsz el, és azért lerobod a büntetésedet, kiszabnak rád valamit, pénzbüntetést, vagy de valami bűncselekményért, tehát most nem arról beszélek, hogy nem tudom átmenni gyorsan valahol, vagy akár börtönbe vagy, és ezt leüldöd, és utána kijössz, akkor ugye te onnantól fogva lejártad a büntetésedet, és te már nem vagy vádlott, viszont ugye marad valamit, marad egy primuszod. Ami onnantól fogva szerepel az önéletrajzodban, onnantól szerepel bárhova mész, hogy van egy priuszod, ami ott van, hogy már kifizetted, vagy leülted, vagy bármi, de ott van az a priuszod, amit onnantól fogva mindenki tud. És érdekes, az Istennek a kegyelme az olyan, hogy amikor ő azt mondja, hogy megbocsájt, amikor azt mondja neked, hogy megbocsájt, akkor neki nála nem lesz priuszod. Ez nem amikor Isten azt mondja, hogy megbocsátja a dolgokat, megbocsátja azokat a dolgokat, ami terheli a szívedet, akkor nála nem lesz primuszod. Isten azt mondja, hogy ő a tenger mélyébe dobta el, és soha többet meg nem emlékezik róla. Viszont van valaki, a vádó, akinek az a dolga, és az a első munkaköri kötelessége, hogy folyamatosan emlékeztessen arra, amit Isten már megbocsájtott neked. És értek, ez egy olyan terhet tud az embernek a lelkére és szívére hozni, ami egy hamis teher, és ami kényszerek és szorongások alá rakják az embert, és végül pont attól válasszák el, aki szeretné felszabadítani ezzel a mennyei atyántól. És ez egy hatalmas hazugsága az ördögnek, és az van bennem, hogy elmondjam neked, hogy amit az Isten neked megbocsájtott, azt az Isten elvetette egy életre, és nincs priuszod előtte. Nincsen priuszod előtte, úgyhogy ha esetleg érzed azt, hogy ilyenfajta vádlásba kerültél az előző napokba, és nem tud elengedni ennek a súlya, akkor akarom, hogy felszabadulj, mert az Isten elfelejtette. Amit ő megbocsájtott, azt akarja, hogy te felejtsd el. Azt akarod, hogy többet ne emlékezz, és ne ezen keresztül lásd magadat. Ne a bűnökön keresztül lásd magadat, ha Isten nem annak lát magad, nem azokon keresztül láttél, akkor te se azon keresztül lássad magadat. És minden ilyenfajta teherről szabadulj fel. Nem tudom, hogy ki az, akinek ez ma szól, de atyám, én akarok imádkozni azokért a személyekért, akik esetleg vannak ilyen terhek alatt, atyám, és akik esetleg ennek a vádlása most szúrja, atyám, az ő szívüket. Atyám, köszönöm azt, hogy Jézus, a te áldozatod az tökéletes volt, és elég volt mindenre. És atyám, köszönöm, hogy fiak és lányok lehetünk előtted, akik felszabadulnak, atyám, újra és újra a bűnbocsánat által, atyám, a bűnünknek a súlya alól. És atyám, mindenfajta olyan teher most újjon le az embereknek a szívéről, atyám, ami egy ördögi, egy vádlói teher, atyám, és ami nem a te terhel, Istenem. És atyám, kérlek, mutasd meg, és mutasd meg a te szeretetedet, atyám, ezeknek az embereknek, hogy elég volt Jézusnak a kegyelme. És nem szorulunk rá arra, hogy ezt folyamatosan újra és újra találkozzunk ennek a vádlásával, mert te elfelejtetted, és a tenger mélyébe dobtad, és azt mondtad, hogy többet nem emlékezel meg. Úgyhogy köszönöm, Istenem, hogy így lehetünk ma előtted, akik, atyám, megtisztulunk előtted, a bűneinket elfelejted, és mi is elfelejthetjük ezáltal. És nem ezeken keresztül nézel minket, Istenem. Amen. 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 Mai téma, amit hoztam ma nektek, egy bátorítás, nem akarom nagyon hosszúra nyújtani ma a tanítást, ma egy bátorítás van bennem, és alapvetően az van bennem, hogy ma ne az elmétekben, hanem a szívetekben menjen bele az, amit akarok szólni. Egészen mai napig a mostani alkalom előtt témáig koordinált a Szent Szellem abban, hogy milyen irányba vigyem el. És ugye nem tudom, néhányan talán láttátok, posztoltam a gyülekezeti honlapra azt az igét, ami ma a vezérige lesz, hogy minden férfi őrzött dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert onnan indul ki az élet. És ezt a témát szeretném majd kicsit elővenni, és mégpedig annak a fényében, hogy vannak az életünkben olyan tesztidőszakok, amikor a legnagyobb hangsúly és az Isten, ennek a legnagyobb figyelme azon van, hogy a szívedben mi történik. És ilyenkor nagyon sokszor figyelünk arra, hogy mi zajlik a környezetünkben, nagyon sokszor figyelünk arra, hogy hogyan történnek a visszajelzések a környezetünkben, stb. Meg hogy mik a gyümölcsök éppen a kezünk alatt. Viszont az Isten ezekben az időszakokban semmi más nem érdekli, hanem csak az, hogy mi zajlik a te szívedben.
és ezek nagyon meghatározó időszakok, és miért egy pár szót mondok erről, nekem el akarok mesélni a saját történetet, ahol nekem ez egy nagyon-nagyon falsúlyos módon kellett megtanulnom és átmennem egy ilyen időszakban. Miért az Isten elkezdte volna nekem pedzegetni, hogy ő el akar hívni a saját munk dolgára, és egy új élet célt akar nekem adni, ami az ő célja velem kapcsolatban. Azelőtt nagyon sok mindent csináltam, nagyon ambiciózus voltam, és akkor csináltunk egy céget, ami akkor nagyon-nagyon elindult, és marketinggel foglalkoztunk. Ezen kívül zenéltem, meg csináltam egy szolgálatot. De a szolgálatban is igazából ez egy szervezet volt, ahol én a marketing céggel csináltam a marketinget szolgálatgyarán. És a lényeg az, hogy kaptam egy ilyen proféziát egyszer csak, hogy odajött hozzám valaki, és azt mondta, hogy az Isten megengedte, hogy sok ilyen magas, vékony tornyok épüljenek az életembe. Viszont az Isten egyszer csak ki fogja húzni ezzel a talajt, és össze fog dőlni. És én nem tudtam, hogy kezelni ezt a proféciát, mert hát a profécia az általában bátorítás, nem? Tehát, és ez nem éppen ilyen bátorítóan hangzott, de nem tudtam magadni, így félreadtam, hogy jó, meglátjuk, nem tudom, mivel szól ez a dolog. És képzeltek el, hogy rá egy hétre, három nap alatt mind a három dolog, amit addig csináltam, bedőlt. Volt egy cégen belüli konfliktus, ami miatt feloszlattuk, pont egy komolyabb projekt átvétel előtt az egész céget. Emiatt a következő nap kellett volna leadnom a szolgálati szervezetben a marketing stratégiát, de hát ugye, az nehéz, úgyhogy most toglott fel egy nappal ezelőtt a cég. Szóval ott is kifüstöltem, és utána a harmadik nap az a csapat, akikkel addigra nagyon sokat mentünk zenélni, ez egy keresztény csapat volt, az így beszélgettünk róla, és így arra jutottuk, hogy ezt abba hagyjuk. És feloszlattuk, úgyhogy így kettő csütörtökig egy elég eseménydús három napunk volt. Így minden nap addig építettem, az úgy tényleg földre hullott. És utána következett egy időszak, ami nagyon meghatározó volt, és onnan indult el nekem az a fajta elhívás, amit Isten az én életembe tervezett. Volt egy három hónapos váróidőszak, amikor nem történt semmi. Ez a legrosszabb szerintem. Történjen, azt nem mondom, hogy történjen rossz, de akkor legalább tudod, hogy így mit kell tenned, vagy így akkor legalább tudsz érte valamit tenni. Nyilván történjen jó, az a legjobb, de amikor így nem történik semmi, annál rosszabb nincs. Tehát, hogy ebben az időszakban kerültem be, hogy három hónapig kerestem az Urat, nagyon frusztrált voltam, mert én az egyetem mellett én nem voltam szinte egyáltalán otthon, csináltam a dolgaimat, reggel mentem, éjszaka jöttem haza, vagy bent aludtam a városba, tehát hogy így abszolút nem voltam otthon, és így mindig hazaértem, mint tudom, 5-6-ra, és csak így otthon voltam. És így nem tudtam is semmit sem csinálni, és nagyon sokat kerestem az Isten, meg bőjtöltem, hogy akkor most hogy lesz tovább, hogyan csináljuk, nem tudom, és hát az Isten semmit nem reagált ebben az időszakban. Három hónap olyan csönd volt, hogy csak szellemileg is csak a tüsköket hallottam a kertben. Tehát, hogy így cirip, és így ennyi. Ez nagyon nehéz volt, pedig így Istenhez közel voltam, olvastam az igét, tehát, hogy így minden lehetőségem megvolt az, hogy ahogy eddig is halljam, vezet, és megyek abba az irányba. Szóval egy dolgot egyszer felhozott bennem, az volt az imáimat, amikor azt mondtam, hogy Istenem, bármi van, legyen meg a te akaratod, mert nekem az a legfontosabb. És hogy szeretném figyelmezni a gyülekezetet, hogy okosan az ilyen ígéretekkel, mert az Isten komolyan veszi. És én ezt imádkoztam nagyon sokat előtt, hogy atyám, a te dolgod az első, és minden más második, és hogy a te akaratod legyen meg, és ezért bármikor, bármit hajlandó vagyok feladni. Hát az Isten komolyan vette ezt a történetet, és elvett egy időre mindent, hogy megnézze, hogy tényleg én vagyok-e az első az ő életében, és mi zajlik ebben az időszakban a szívemben. És egy három hónap nagyon csönd, nagyon erős csöndes időszak következett. És erről az időszakról akarok egy kicsit beszélni, mert ezek, úgy gondolom, hogy ezek olyan visszatérő időszakok, amiknek nagyon megvan a célja a mi életünkben. És most már utólag abszolút látom, hogy mi történt abban a három hónapban, és utána amennyire radikálisan lezárt Isten dolgokat, annyira radikálisan elindult pont egy hét alatt ugyanúgy minden mást. Viszont nem mindegy, hogy abban a három hétben mi történt. És azt írja az ige, hogy minden félfölösleges dolognál jobban őrizd meg a szívedet. Mert abból indul ki az élet. A szíved az a felület a te életedben, amiből indul ki az élet, ezt mondja az Isten. Amiből indul ki minden, ami utána a munkádat, ami te magadat, ami a te életedet meghatározza, az a te szíved. És nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy az Isten teljes mértékben másodlagosnak tekinti azt, hogy te mit csinálsz.
az, hogy te milyen jó szolgáló vagy, az, hogy te milyen jó, mit tudom én, sikeres vagy abban, mint csinálsz, bármi, amiben benne vagy, az Isten ezt másodlagosnak tekinti. Az Istennek az elsődleges az, hogy mi van a te szívedben. És az a helyzet, hogy az Isten viszont a velejénk így látja, hogy mi történik a mi szívünkben, minden titkolt gondolatunkat, minden olyan dolgot, amit mi szeretnénk akár magunk elől is lefedni és nem felismerni, minden gondolatunkat, minden a szívünknek a legmélsőbb, legbelsőbb megindulásait, az Isten az pontosan jól tudja minden egyes rezdüléseit. És tudjátok, főleg az ilyen időszakokban az Isten egy dolgot csinál, hogy hátráll, van, amire készít. Az Isten ilyen különböző időszakokban építi fel az életünket, ahol készít minket egy hosszas időszakon valamire, utána pedig van egy ilyen vizsgai időszak, én ezt csak úgy hívom. És ez a 3 hónap, ez egy ilyen vizsgai időszak volt nekem, ahol egy ilyen, egy nagyon erős készítő időszak volt előtte, egy nagyon-nagyon-nagyon aktív időszak, amikor nagyon sokat tanultam, rengeteg új embert ismertem meg, rengeteg új dolgot ismertem meg a szakmában, a világban, a Istennel való kapcsolatos dolgokban. És már volt egy 3 hónap várás, ahol pedig csöndet és az Isten tesztelt, hogy mi zajlik a szívemben. És tudjátok, ez az állapot, ami nem könnyű végigmenni, mert nem érted, hogy mi történik. A legnehezebb ilyenkor talán, amin túl lenni, az, hogy értetlen vagy. Az, hogy vannak időszakok, és az Isten előtt ez abszolút nem idegen, hogy vannak helyzetek és időszakok, amikor az Isten nem fogja neked megmondani azt, hogy te miért vagy most ebben. Nem fog neked erre választ adni. Utólag lehet, utólag valószínű, hogy választ fog erre neked adni, mert ugye van, azt is mondja az ige, hogy van a dolgok, amire már csak a mennyben. De az ilyen időszakokra, abban, amikor te átmész, az egyik legnagyobb jellemzője az, hogy azt se tudod, hogy hol vagy. Nem érted, hogy miért történik, nem érted, hogy egyáltalán mi történik, és csak tapogatózol ebben az állapotban. És talán ez az egyik legfrusztrálóbb egy olyan embernek, aki próbálja ilyen jó értelemben is kontrollálni az életét, és kontrollálni a történéseit, hogy az Isten megenged egy olyan állapotot, amikor nem tudsz kontrollálni. Amikor az események azt érzed, hogy így nem az, hogy maguk alá gyűrnek, egyszerűen csak nem tudsz rájuk hatni. Mennek valahogy, amit te nem értesz, hogy miért mennek úgy, csöndesen, és nem általában ebben az időszakokban abszolút nem az Istennek az ígéretei buzgón teljesülnek be az életedben, hanem itt csönd van, egy ilyen légüres tér, és nem tudod, hogy mi történik. És tudjátok, ezek azok az állapotok, és ezek azok az időszakok, amelyek nagyon-nagyon fontos mérföldkövek az életünkben, mert az Isten így megtanít arra, hogy hogyan lép, amikor nem értesz semmit. Amikor nem az van, hogy van egy látásod, és napról napra mész benne előre, hanem amikor nem érted, hogy miért történik, de egyszerűen az Isten előtt vagy, és lépned kell. És nekem itt ebben a helyzetben az egyik legnagyobb ilyen szívpróba volt, az, hogy feladjam azt, hogy én mindenáron kontrollálni akarom a helyzeteket. Feladjam azt, hogy mindenáron én irányítani akarom a szituációkat, ami körülöttem zajlott, és abba belehívom majd Istent. Ugye ez kicsit sokszor így működik, hogy van egy jó ügy, amit csinálok, és akkor abban, na Istenem, mi még a hozzászólni való ehhez? Vagy így, mi az, amit még így szeretnél ezzel kapcsolatban csinálni, de ugye hát azért ez egy kicsit fordított dolog, mert azért az Isten az, aki belehív, az Isten, aki már egy az életünket belehívta az ő tervébe. És az első legnehezebb dolog, ami a szívünkben történik, hogy egyszer elengedjük a gyeplőt ebben a helyzetben. Az Isten lesz helyzet, az Isten alapvetően nem akar egy életen keresztül ennyire kiszolgáltatott állapotban tartani. Az Isten vele, Istenre való kapcsolat mindig kiszolgáltatott egy pontig, és az nem is baj, de ez egy ilyen különösen kiszolgáltatott helyzet, amikor az Isten azt akarja elsőnek is, hogy engedd ki az irányítást most a kezedből. Ne rángassad, ne akar mindenáron újra kontrollba lenni. Engedd ki az irányítást. És tudjátok, ebben a helyzetben nekem ez volt a legnagyobb vívódásom, hogy azért jó, oké, félbe maradt az üzlet, az annyi lett, a zenei kapcsolat, vagy az a zenei dolog is annyi lett, meg a szolgálat is, de hogy azért nyilván a kapcsolataim megmaradtak, és a legnagyobb kihívás az volt, hogy ne kezdjem el magamnak megcsinálni újra. Hogy ne kezdjek el újra kaparni, teperni, és menni minden áron a dolgaimban, amik az én ambícióim voltak, hanem azt tudjam mondani, hogy Istenem, ha te neked ez a terved, akkor én kiengedem végleg. Ha neked ez a terved, akkor én elengedem végleg ezeket a dolgokat, és hogyha akarod, visszahozod, ha nem, akkor nem hozod vissza.
És ez az a dolog, amit arra ebben az állapotban és ebben az időszakban el kell, hogy jussunk. Hogy kiengeded mindent. Ez persze nem azt jelenti, hogy elengeded magadat, és akkor már mindegy, nem erről beszélek, hanem az irányítást kiengeded. És ebben a helyzetben az ige azt mondja, csak ezt az igét akarom, hogy ha valamit, akkor ezt az igét ma mélyítsem el bennetek, minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd a szívedet. Tudjátok, ezekben a helyzetekben nekünk nem az a felelősségünk, hogy minden áron kiimádkozzuk a csodát. Ezekben a helyzetekben nekünk nem az a felelősségünk, hogy addig menjünk, amíg az Istennek mozdulása nem bírjuk, és megint átadjuk a dolog. Ezekben a helyzetekben neked a felelősséged, hogy őrizd a szívedet. Ez egy munka. Ez egy figyelem. Ez egy komoly teher helyzetekben, mert a szívedben nagyon sok minden felgyülemlik ebben az állapotban. Felgyülemlik egyfajta reménytelenség, ez zsákutcára futott, kezdjünk mást, hagyjuk el a régieket, induljunk valami jó irányban, őrizd meg a szívedet a reménytelenségtől, menj az Isten elé, folyamatosan töltődjél benne, hogy a reménytelenség és a kilátástalanság az ne hozzon emberi döntéseket az életedben. Mert ilyenkor ez az, ami feszül ebben a helyzetben, hogy az Isten mellett maradsz, és most nem arról beszélek, hogy elhagy az Isten, de az Istennek a terve mellett maradsz, ami a te életedre vonatkozik, vagy pedig bejönnek az emberi döntések. Az ördög az kézzel lábbal fog harcolni, az emberi döntések ebben a helyzetben bejöjjenek. Azok, amelyek a racionalitást abban a helyzetben előre helyezik, amik a körülményekből ilyen logikus konklúziókat vonnak le, és abból döntéseket hoznak, de a hitembere az nem logikus konklúziók alapján hozza a döntéseit. A hitembere az azért a hitembere, mert a körülmények ellenére is hajlandó dolgokért menni, hogyha az a szívére rá van helyezve. És ebben a helyzetben őrizd a szívedet attól, hogy a kilátástalanság emberi döntéseket hozzon az életedbe. És nem az a kérdés, hogy te most ott hagyod Istent, vagy nem. Az ige arról beszél, hogy egy pályafutáson vagyunk, ahol van egy cél, és te célra tartó vagy. A célod az, vannak egyetemes célok, hogy térd meg, ismerd meg Isten, stb. De én most azokról a célokról beszélek, és most ez a mai bátorítás az azokról a célokról szól, ami rád bízott az Isten. Ami nincsen, ami neked van Eszter, az nincsen Gábornak. Fordítva sem. Senkinek. Amit rád bízott az Isten. Amikor Isten megteremtett, helyezett célokat, aminek még lehet, hogy egy részét nem is tudjátok. És én sem tudom. És itt ezekről beszélek, hogy ezekben a helyzetekben menj az Isten elé és töltekezz. Ha emberileg akarsz végigfutni egy ilyen helyzetet, akkor az kinkeserves lesz, hogy ne hozz emberi döntéseket. Menj az Isten elé és töltekezz, hogy a kilátástalanság forduljon vissza hitbe folyamatosan. Mert a körülmények azok előbb-utóbb hatni fognak rád. Amikor azt látod, hogy mész, menetelsz, és eddig ezért a menetelésért előre jutottál egy csomót, és egy csomó minden történt, egy csomó választ kaptál, és az Istennek a kerete jött meg, működtek a dolgok, és itt most nem csak szolgálatok, most ugyanúgy ez ugyanilyen állapotok előállhat, mint a saját egzisztenciádban, családi helyzetedben, bármiben. És most meg ugyanúgy mész, vagy még jobban is, de semmi nem jön vissza ebből. És azt látod, hogy egyszerűen meddőség van. Egy meddő állapot van, és ezek a körülmények automatikusan előbb-utóbb a hitedet át akarják kapcsolni emberi gondolkozásra. Nekem ebben a 3 hónapban volt egy nagyon-nagyon-nagyon kemény, az ördög által időzített támadás, amikor én kaptam sok mindent Istentől, hogy az Isten mit akar velem kezdeni, és volt egy önképem, amit úgy gondoltam, hogy az Istenen állt meg. És volt egy helyzet, kézzetekkel mentem bent a városban, utaztam valamerre, és ültem a buszon, és nem is gondolkoztam ezen, az körülbelül vége fele volt ennek az időszaknak, és egyszer csak rám ömlött, de jelképesztő erővel az a gondolat, hogy minden, amire eddig építkeztem, az egy hazugság volt. Az egy önállítás volt, az egy ilyen önhazugság, egy ilyen önhitegetés volt, és nem igaz. És abban a helyzetben rám tört egy ilyen szinte pánik, hogy ez, amit eddig csináltam, ez nem igaz. Ez önállítás volt. És tudjátok, ebben a helyzetben, hála Istennek ott volt a Szent Szellem, és azonnal szólt nekem, hogy most azonnal állj ellen a Jézus nevében, mert ez nem tőlem van. Ellenálltam, én azt sem tudtam, hogy mi történt, én nem voltam egy ilyen, nem tudom, szellemileg kész állapotban azonnal, hogy most reagáljak, csak ellenálltam,
ez a dolog azonnal lement rólam, és rámült egy békesség, és ott mutatott, az volt az egyetlen alkalom, amikor hallottam a Szent Szellemnek a hangját ebben az időszakban, ott megmutatta azt, hogy ez egy olyan időzítése volt az ördögnek, ahol ha én most ezt elfogadom, akkor jó pár évre megbénít engem, és az Istenek rehabilitálnia kell engem, és nem fogok tudni tovább indulni a következő időszakban, amit az Isten tervez. Ha én ezt most elfogadom, ezeket az emberi gondolatokat, amik a racionalitás egy ponton megengedem, hogy felülírja a hitnek a dolgait, és azokat, amit Isten nekem mondott, akkor itt az ördög engem félrak, és egy három évre valószínűleg az Isten rehabilitál, hogy újra eljussak arra az önképre és arra a hitre, hogy bele tudjak állni ebbe a dologba. Nagyon fontos dolog, hogy az Istenhez legyünk közel, hogy az emberi döntéseink ne jöjjenek be, és ne írják felül a hitnek a dolgait. Ez az a helyzet, ahol nem köthetünk kompromisszumot. Nem köthetünk kompromisszumot. Mert az Isten, amit eltervezett, az végig fogja vinni. De az Isten egy életműben gondolkozik, egy életpályában. Nem csak egy-egy nagy futásban. És az Isten felkészít minket dolgokra. És az, hogy jelenleg most valami nem úgy működik, az messze nem azt képezi le, hogy ez a dolog nem fog működni. Ilyenkor hitben végig kell mennünk, és a kilátástalanságot le kell magunkról rázni újra és újra. És ha azt érzed, hogy nem megy, akkor kér meg egy embert, akivel imádkoztok naponta. Legyen egy páros ima dolog, amit nem tudom, hogy hallottatok a páros imádra, amikor naponta heti 5-ször telefonba felhívjátok egymást, hogy 10-20 percet imádkoztok, hogy valamit tegyél, olvassál Bibliát, mossad le gondolataidat az Istennek a dolgaival, hogy az emberi döntés ne kapcsolódjon be. Mert a céltévesztettség és a cél között az az emberi döntés van. A célba csak az Istennel tudunk elmenni, és csak hittel. Akkor is, amikor a körülmények ezt megátolják és megcáfolják. És a céltévesztettség az sokszor nem bűn. Egyszer csak annyi, hogy kompromitáltunk azzal, amit az Isten nekünk megmondott. És ez az egyik dolog, amit szeretnék ráhelyezni a szívetekre, és nagyon azt érzem, hogy ez fontos, hogy ezt mondjam, hogy ne kompromitálj. Amit az Isten neked megmondott, amellett tartsál ki, állj oda két lábbal, és azt mondod, hogy el nem mozdulsz addig, amíg meg nem látod ezt. Mert ez a hit. Ez a hit. A hit a reményed dolgokban való bizalom, nem a látott dolgokról való meggyőződés. Ezt mondja az ige. A reményed dolgokban való bizalom, és a reménységünk pedig Jézusnak az ígéreteiben vannak. És a következő dolog, amire szeretném felhívni ebben a helyzetben, amit én tapasztaltam, ami egy fontos tényező, hogy itt az őrizd a szíveden van a hangsúly. Nekünk felelősségünk az, hogy vannak a szívnek olyan kórokozói, amik megtámadják ebben az időszakban a mi szívünket. És akarom, hogy egy kicsit lássuk ezeket, és egy kicsit figyeljünk befele, hogyha esetleg tapasztalunk ilyeneket, vagy küzdünk ilyenekkel. És az egyik ilyen, amit beengedünk, az pedig a keserűség. A keserűség az egy olyan kórokozó, nem tudom, hogy megvannak-e azok a tuják, amelyeket megtámadott egy ilyen, valamilyen, nem tudom, fehér penész, nem tudom, valamilyen neve van, nem teszem pontosan, megtámad egy kórokozó, és elkezdi alulról az egész tuját, a leveleit ilyen fehérre változtatni, és olyan, mintha ilyen lisztelbe lenne szorva. És tudjátok, a keserűség az pont így működik. Nem látod a kórokozót, nincsen konkrét oka annak, de bejön, és minden, ami belőle jön ki, azon már rajta lesz egy ilyen korható része, egy ilyen beteg része, ami már nem egészséges. És ebben az időszakban nagyon fontos az, hogy a keserűségre mondjunk nemet. A keserűségre mondjunk nemet, mert itt van az a helyzet, ahol őrizned kell a szívedet. Ezekben az időszakokban ez az egy felelősséged, hogy őrizd meg a szívedet. Ne engedd, hogy a keserűség beleálljon és elkezdjél leugalni. Mert a keserűség, hogyha bejön és ezt a beengeded, az egy dolog, hogy helyzetekben jönnek gondolatok, amelyek keserűek. De az, hogy te keserűvé válsz, az egy másik dolog. Szokták mondani, hogy ez egy dolog, hogy elrepül egy madár felé, de az, hogy fészket rak a fejedre, az már a te dolgod. Szóval a keserűség az egy ilyen dolog, amit muszáj, hogy nemet mondjál rá. Muszáj, hogy azt mondod, hogy nem, ezzel nem azonosulok. És ha kell, akkor menjél be az Istennek a jelenlétébe, töltekezzél és zárjad ki magadból, mert ez a te őrző felelősséged ebben a helyzetben. Mert a keserűséggel a hit már nem fog tudni párosodni. A keserűséggel keserű szavak, keserű megvallások, és ezek a megvallások előbb-utóbb keserű jövőképet fognak neked vázolni.
És az Isten viszont nem keserű jövőképet vázol neked. Az Isten reményteljes jövőt vázol neked. És fontos, hogy ilyenkor megvalljad. Amiket kaptál dolgokat Istentől, amik vannak meggyőződések benned, reményteljes jövőt terveztem neked, ezt mondja az Isten. Ne engedd be, hogy a keserűség ezt meghazudtolja. És még ilyenkor egy veszélyes terület van, ami megkezdheti és megkeményítheti a mi szívünknek a rétegét, és a puha szívet azt egyszerűen elkeményítési, bekérgesíti, ez pedig az embernek az önigazsága. Az önigazság az egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, és egy elképesztő romboló hatással tud megjelenni egy közösségben, egy családban, egy barátságban, bármiben, hogyha azt hagyjuk, hogy az eluralkodjon rajtunk az önigazságon. Az önigazság ez egy olyan dolog, ami akkor is igaz, és ez a törvényszerűség akkor is igaz, ha amúgy teljesen igazad van abban, amit te látsz, és tegyük fel, hogy igazad van, és valamiben nem volt korrekt veled egy ember, vagy egy élet, vagy bármi az a szituáció. Az önigazság az, ami egy ilyen időszakban azt vettem észre, hogy elkezd felkelni. Hogy én ezt nem érdemlem meg. Én ezt nem így csináltam, én nem így vetettem, én nem az az ember vagyok, aki megérdemel ilyen időszakot, úgyhogy elkezdek egyszerűen gőgösen ebből kijönni, hogy lerázom magamról ezt, és én mindenáron meg fogom csinálni, mert én ezt nem érdemlem meg, és egy ilyen érdemiségből elkezdjük az önigazságunkat felépíteni. Ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog ebben az időszakban, mert tudjátok, a kemény szív az elválasztott Istentől. Az önigazság az mindig megkeményíti a mi szívünket. És figyeljetek, kell, hogy gyakorold azt, hogy leragd az igazságodat. Akkor is, hogyha meg vagy győződve arról, hogy igazad van. Mert ebben a helyzetben ez nem arról van szó, hogy igazad van vagy nincs igazad. Arról van szó, hogy tudsz puha szívvel maradni akkor is, amikor éppen nyomások alatt vagy, és az önigazságod ezt már nem bírja és nem tolerálja. És nekem egy ilyen nagyon erős, ilyen férfi önigazságom van, ami helyzetekben nem hajlandó engedni, hogyha az így fel kell. És engem az Isten ebben egyszer nagyon-nagyon-nagyon megfejtett, mert megmutatta azt, hogy az önigazság az a veszteségnek az útja. Amikor te már nem engem követsz, hanem te saját igazságodat, akkor te a veszteségbe haladsz. Bármilyen igazságod van. És még akkor is, hogyha egy valaha kapott látás miatt történsz úgy, de már az Istennek a szeretetét kívül hagyod ebből a dologból. Az Istennek az igazsága is tud önigazsággá válni a te szádban, ami téged a veszteségre vezet, mert már ebből ott van mögötte a gőg. Ott van mögötte a kemény szív, amit az Isten egy ponton össze fog törni. És ez az a dolog, amit meg kell, hogy előzzünk. Ez az a dolog, amit gyakorolnunk kell. Gyakoroljunk azzal, hogy kérjünk bocsánatot. Gyakoroljunk azzal, hogy alázkodjunk meg azokban a helyzetekben, amikor ez fel kell tudatosan. Én ilyenkor magamat tudtam vizsgálni helyzetekben, amikor érzem azt, hogy egyszerűen fel kell. És ilyenkor ez azzal jár, hogy beindulnak a gondolataid, és elkezdesz érvelni dolgok mellett, elkezdesz ellenállni, és egyre inkább ilyen vehemensebbé válnak ezek a dolgok benned. Ez az a pont, amit én amikor érzem, hogy ez magamba fel kell, akkor csak azért is félreállok, és azt mondom, hogy ha van, akkor elé megyek, és elismerem, hogy túl erős voltam, túl kemény voltam, bármi, és megalázkodom, mert tudom azt, hogy nem azzal van a baj lehet, amit gondolok, mert lehet, hogy ez helyes, de ahogy ez bennem fel kell, az a bűn, amivel ez bennem kezd most uralomra törni, azzal viszont baj van, mert ez megkeményíti a szívemet. És ebben a helyzetben, nekem ebben a három hónapos időszakban ezzel a kettővel nagyon-nagyon-nagyon meg kellett küzdenem, hogy kiengedjem a kontrollt a kezemből, ami nagyon nehéz néha. Amikor megszoktad már azt, hogy attól függ a dolog, hogy te hogyan csinálod a dolgaidat. És a másik pedig az, hogy az igazságomat, az ilyen, én nem ezt érdemlem, az érdemiségemet lerakjam. És figyeljetek, egy dolgot tudnotok kell. Az Isten kegyelme az, ami miatt bárhova eljutunk az életünkben. Nincs érdemiség. Az Isten előtt nincs érdemiség. Ha lenne, akkor mi nagyon nagy bajba lennénk. Jogosság van Isten előtt, de érdemiség nincs. És ezt a hazugságot ne engedjük meg magunknak, hogy érdemiségből követelőzünk dolgokat. Érdemiségből várunk el dolgokat Istenből. Mert az Isten kegyelme az egyetlen, amiatt jogos követeléseink akár vannak. Nem az érdemeinkből. Tudjátok, ahogy ezen a három hónapon elkezdtem végigmenni, és ott volt egy ilyen három, minden hónapban volt egy nagy lecke.
Az elsőnek az, hogy, hogy ezt a fajta igazságot leverjem magamról. A következő az, hogy így ne kezdjem el emberileg összetákolni, és ellenálljak az emberi döntéseknek. Ellenálljak annak, hogy a hit, elkezdjek kompromitálni a hittel. És figyeljetek, mi keresztények annyira jók vagyunk abban, hogy kimagyarázzuk, és valami látást rámagyarázzunk egy amúgy tök emberi menekülő gondolkozásra. Ne tedd! Annyira fantasztikus, olyan pátoszi módon tudnak embereknél bemutatni egy egyértelmű, kompromitáló és menekülő döntést, és sokszor igékkel is alátámasztjuk, ne tedd! Az Isten látja a szívedet, és ezt te is látod, hogy az egy abban a helyzetben kompromitálás. Ez volt a második, amit akkor nagyon meg kell tanulnom, hogy ne emberi döntéseket hozzak, és ne akarjak emberi kompromisszumokat kötni. Mert az Isten az nem kompromitál, az Isten az nem a kompromisszumoknak az Istene. Amit ő megmondott, az 100%-osan, végérvényesen be fogja teljesíteni az életedben. És kész. Erre Jézus Krisztus a fedezet mögötte, ami elég jó fedezet. És a harmadik, és ez volt az a pont, ahol végleg megtör bennem minden, amit ott Isten el akart bennem törni, hogy azt mondtam, hogy Atyám, én kiengedek végleg mindent a kezemből. Hagyom, hogy egyszerűen elhagyjanak az én ambícióim, hagyom, hogy elhagyom minden, amit eddig építettem, és kiengedek végleg mindent a kezemből. És volt egy imám, hogy Istenem, mentem, és azt mondtam, hogy Istenem, itt vagy, látsz engem, feladom. Feladok mindent. Legyen az, amit te akarsz. Tudjátok, ez az egyik legközelebbi állapot az Istenhez. Amikor eljutsz oda, hogy feladod, emberileg, és azt mondod, hogy Istenem, vagy jössz, vagy csinálsz valamit, vagy mutatsz valamit, vagy pedig maradok így. De én feladom emberileg. És ez nem a gyengeség, félre ne értsétek. Ez az, amikor alárendeled végérvényesen magadat az Atyának. És ez volt az a pont, ahol éreztem, hogy az elsőnek az Istennek a jelenlétével elkezdett újra betölteni. Elsőnek 3 hónap után kimondtam, hogy jó, tényleg legyen a te akaratod meg. Tényleg mindenek elé rakom a te akaratodat, és ha kell, a sajátjaim ezért elveszhetnek. És ez volt az a pont, ahol Istennek volt egy válasz rám. Éreztem, hogy egyszer betölt, és elkezdtem mondani, hogy jól van, igaz, hű szolgám. És rá egy hétre mindent visszaadott nekem. Rá egy hétre kaptam olyan felhívást, ahol egy sokkal jobb helyre tudtam elmenni, dicsőíteni, zenélni, ami nekem egy fontos dolog volt. Elindult egy másfajta fejlődés szolgálatilag, és az Isten 2-3 nap alatt, ahogy elvette, 2-3 nap alatt visszaadott mindent, de már egy olyan szinten, ami már sokkal magasabbra vitt el, és ami egy szintlépés volt az én életemben. És tudjátok, az Istennek az időszakai, azok készítő időszak van, vizsga időszak és szintlépés. Utána megint készít, vizsga időszak és szintlépés. És hogyha ilyen vizsga időszakban vagy, és érzed azt, hogy volt egy hosszú készítési időszakod, amik általában izgalmasak, ott az Isten nagyon sok új dolgot tanít, nagyon sok új dolog történik, nagyon aktív, intenzív időszak, és nagyon fantasztikusak minden terhével, és sokszor megnövekedett terhével együtt. De ezután jön egy vizsga időszak, és ezekben ne felejtsd el ezeket a dolgokat. Ne kompromitálj. Ne engedd meg, hogy a hit döntéséből emberi döntés legyen. Engedd ki a kontrollt. Ne kontrollálj. És amit mond az ige, minden féltve őrzött kincsednél jobban őrizd meg a szívedet. Gondolod, hogy hogy őrzöd a gyerekedet, hogy őrzöd a feleségedet, férjedet, hogy őrzöd a házadat, azoknál jobban őrizd meg a szívedet, azt mondja az ige. Féltve őrizd a szívedet, hogy se a keserűség, se a derűlátosság, se ezek a dolgok ne tudják egyszerűen feltölteni a szívedet. És meg fogod látni azt, hogy az Isten, ő Isten. Az Isten a szíveidet nézi, az Isten a szívedet nézi. És ebben az időszakban nem csinálsz semmit az égedet a világon, de a szívedet tisztán tartod, az elég pont az Istennek, hogy utána felemeljen téged. Ez volt bennem a bátorításként, hogy őrizzük meg a szívünket. És az Isten életfakasztó. Az Isten tudja, mik azok az időpontok. Tudja az Isten az időzítésnek, a tökéletes időzítésnek az Istene. Ha te Istent mered követni, amihez kell egy bátorság helyzetekben, valljuk be. Ha Isten mered követni, akkor minden a tökéletes időzítésben fog megtörténni. És az Isten a megfelelő időszakban újra életet fog fakasztani, ami újra elindít egy örömteljes időszakban. De menjünk át ezen az időszakban.
ne kompromitáljunk és figyeljünk oda a szívünkre, hogy egészséges maradjon, ne induljon el benne ez a fertőzés, ami a tujánál elindul helyzetekben, és látjuk, hogy mit okoz, és engedjük ki a vezetést. Tudtok ezzel azonosulni? Igen. És még egy emberi tanács ilyen helyzetekben legyetek közel a közösséghez. Legyetek különösen közel közösséghez és emberi kapcsolatokhoz. Mert nagyon sokat számít, hogy egyedül mész át egy ilyen, hogy vannak emberek, akik tartanak téged akkor, amikor nehéz, és amikor nagyon eluralnak már a gondolataid és a te dolgaid. Legyél közel emberekhez, legyen meg az a néhány bizalmi embered, akivel tudsz ilyen helyzetekben átmenni. Mert az Isten ezeken keresztül nagyon-nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Isten, most így ülök el ebben a témában, és köszönöm, Atyám, azt, hogy te hű vagy, Atyám, te egy hűséges Isten vagy. Köszönöm, Istenem, azt, hogy te soha nem hagysz, Atyám, bennünk, nem hagysz minket, Atyám, ott a nyomorban, nem hagysz minket, Atyám, félbefejezed, vagy ilyen félbehagyott munkádban, hanem, Atyám, amit te elkezdtél, azt befejezed. Az a futás, amit te elindítottál, azt végigfutatod mindannyiunk életében. És, Atyám, én azért imádkozok, hogy, Atyám, azokban a bizonyos vizsgai időszakokban, amikor te hátrálválsz, Atyám, és nézed, hogy mi zajlik a mi szívünkben, tudjunk megállni a te igéd szerint, hogy minden féltörző dolognál jobban megőrizzük a mi szívünket. Minden olyan dologtól, ami támadja ebben a helyzetben, tudjuk puhán tartani. Tudjuk az igazságainkat lerakni ebben a helyzetben, eléd, Atyám, és tudjuk kiengedni, Atyám, az irányítást. És köszönöm, Istenem, az, hogy, Atyám, ahogy nekem is megmutattad többször, hogy hű vagy, és nem hagysz ebben a helyzetben, Atyám, úgy fogod mindannyiunkat kihozni és egy magasabb szintre emelni. És köszönöm, Atyám, hogy azért dicsérni fogunk téged, azért magasztalni fogunk téged, ahogy felemelsz, és egyre jobban csak felemelsz minket, Istenem. És Atyám, kérlek, hogy billentsák minket azokon a holtpontokon, amikor ezek nagyon nehéz döntéseké jutnak. És Atyám, minden olyan támadás, amit erre az időre esetleg az ördög időzít, hogy ne tudjuk a szívünket megőrizni, hogy bejöjjenek az emberi gondolatok, és egyszerűen leomoljanak a hitnek a dolgai az életünkben. Ezekben a Jézus nevében szólok befedezettséget, Atyám, a mi életünkre, szólok befedezettséget a mi gondolatainkra, a mi szívünkre, hogy tudjuk távol tartani ezeket a dolgokat. És az ördög ne tudjon bele hazudni a mi gondolatainkba, hanem az Isten igazsága mellett kompromisszumok nélkül menjünk és álljunk meg, Atyám. És köszönöm, drága Istenem, hogy te vagy az, aki minket felkészítesz. És köszönöm, Istenem, hogy azt ígérted, hogy te időben el fogsz bennünk mindent készíteni, hogy átvegyük a mi örökségünket. És köszönöm, Atyám, hogy itt van, Atyám, egy csapat örökös. Itt van, Atyám, egy gyülekezetnyi örökös, akiknek megvannak a saját örökségeik te benned, Atyám. Minden egzisztenciális területen, munkahelyi területen, családi területen, szolgálati területen, Istenem. És köszönöm, Atyám, hogy örökös társak vannak itt, Istenem. És át fogják venni az örökséget, Atyám. De, Atyám, a felkészítésben kísérd őket végig. Hogy ne induljon, Atyám, ne ferdítsék el a célt, hanem mindig tartsunk ki hittel amellett, ami nem a látható dolgoknak a meggyőződése, hanem a láthatatlan dolgok való, vagy a reménylet dolgok felől való meggyőződés, Atyám. Így segíts ebben minket, Istenem. Amen. Amen. Menjünk mi bele egy kicsit csörítésbe, és utána még egy-két dologgal megyünk tovább.